Miközben a megyebeli futballcsapatok a bajnoki rajtra készülnek, az MLS megyei igazgatóságán is zajlik az élet. Az átigazolási időszak javában tart, és a hamarosan induló szezonnal kapcsolatban is jócskának adnak tennivalók. A héten elkészült a Magyar Kupa megyei selejtezőjének sorsolása, így kiderült, hogy mely csapatok pályáznak az országos főtáblán kiadó három helyre. 20 egyesület adta be a nevezését, ami a megyei bajnokságban szereplő Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei együtteseket illeti, és három csapatot adhatunk fel az országos főtáblára. Ez alapján kellett a megyei selejtezőket nekünk megoldani. Méghozzá úgy, hogy az augusztus 3-a, 4-i hétvégén már kezdenek is, tehát a kupa első fordulójával indul a 2019-es 20-as megyei futballszezon. Ezt úgy tudtuk megoldani, hogy a 20 jelentkező csapatból 4-et kiemeltünk, a kiemelést pedig a versenybizottság annak megfelelően tette, hogy a tavalyi kupa sorozatba kijutott a legtovább. Ugye megyénket tavaly az országos főtáblán a Balkán és az Ibrány képviselte, és a Balkán és az Ibrány az utolsó megyei selejtezőbe a Mándokot, valamint a Rakamaszt ejtette ki, így ezt a 4 egyesületet kiemeltük, ők az első fordulóban úgynevezett erőnyerők lesznek, nem lépnek pályára, a bennmaradó 16 csapatot pedig nyílt sorsolással 8 párba soroltuk. Ez azt jelenti, hogy az augusztus 3-a, 4-én továbbjutó 8 csapathoz csatlakozik a kiemelt 4 csapat, így lesz 12 együttesünk, és a következő kupakörbe már ez a 12 csapat fog ugye 6 párt alkotni, majd a 6 győztest szintén összesorsoljuk, és akkor a 3 legjobb csapat jut fel az országos főtáblára. A selejtező első körének párosítása a következő: Máté Szalka Kemecse, Ópályi Tarpa, Fehérgyarmat Vásárosnamény, Gyulaháza Baktalórendháza, Nyíribron Nyírmegyes, Nagyecseg Nyírgyulaj, Újfehértó Tiszakanyár és Csenger Nagyhalász. A megyei igazgatóság a következő szezonban is biztosít játék lehetőséget a futsal csapatok számára. Az elmúlt évekhez hasonlóan a lányoknál az U15-U19-es korosztályba írjuk ki, ott még szeptemberig nevezhetnek. Reméljük, hogy az elmúlt évhez hasonlóan azért lesz jelentkező csapatra. A fiúknál pedig a jól bevált U17-U20-as korosztályban bajnoki rendszerben szeretnénk ismét kiírni, ahogy az elmúlt két évben volt, és nagy sikernek örvendett ez a sorozat. Augusztus közepéig, végéig nevezhetnek a csapatok, tehát várjuk, hogy jelentkezzenek az együttesek, és az U11-13-15-ben pedig továbbra is torna rendszerben gondolkodunk, illetve ha igény mutatkozik rá, és a csarnokokat is úgy meg tudják szervezni a részvevő együttesek, akkor akár U15-ben is lehet arról szó, hogy a fiúknál bajnoki rendszerű bajnokságot írunk ki majd futszálba, ami pedig még a legmagasabb korosztályt, a felnőtt férfiakat illeti. Ne felejtsük el, hogy a regionális NB3-as északi csoportot is a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fogja szervezni, hogy az elmúlt három évben, tehát oda az NB3 felnőttbe is várjuk a jelentkezőket, ott augusztus 5-én zárul a nevezés. Az igazgatóságon a héten elkészítették a megyei bajnokságok sorsolását is. Az első és másodosztályban augusztus 11-én, míg a harmadosztályban augusztus 17-én, illetve 18-án indul útjára a labda.